Hello, sziasztok, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videó egy picit más lesz a megszokottól, ugyanis ez nem ilyen vlogos videó lesz. A múlt héten ígértem nektek, hogy ezen a héten újfajta videókat szeretnék próbálkozni. Érdekes dolgokat szeretnék nektek bemutatni, amit én találok ugye az interneten. Össze szeretnék hasonlítani a dolgokat, az ausztrál dolgokat, például a magyar dolgokkal, gondolok itt weboldalakra, autókra, és majd meglátjátok, szerintem érdekes lesz. Ha gondoljátok, majd a videó alá írjátok meg amúgy, hogy tetszett, vagy mit javasolnátok ugye nekem a jövőben, hogy milyen weboldalakat nézzek meg. Gondolok itt például a magyar weboldalakra, ugyanis én ezeket az oldalakat nagyon nem ismerem, nem nagyon szoktam ugye nézegetni. Ebben a legelső videóban nem másról lesz szó, mint össze szeretnék hasonlítani a magyar híroldalt, az index.hu-t, az ausztrál híroldallal. Amiért ez érdekes lenne, legalábbis számomra, a magyar híroldalat én nem szoktam olvasni. Nem azért, mert nem értem, mert értem. Végülis nem értem, de értem. Értem, hogy mi van odaírva, érted? De ugyanis értek magyarul, el tudom olvasni, de nem értem, hogy miről van szó. Ugyanis én nem ismerem ugye ezeket a magyar sztárokat, meg a magyar dolgokat, amit történnek Magyarországon, ezért nem olyan szoktam ugye beolvasni. Talán évente, ha egyszer vagy kétszer, maximum háromszor, ha belenézek, például, hogyha küldtök nekem egy linket, felmegyek és ugye elolvasom, de gondoltam, hogy érdekes lenne, hogy megnézem ezt a híroldalt ugye, és próbálom összehasonlítani, hogy végül is hogy néz ki egy ausztrál, meg egy magyar híroldal, és miket lehet rajt találni. Úgyhogy ha gondoljátok, írjátok meg majd nekem, vagy e-mailbe, ugyanis az e-mail címet itt megadom a videó alatt, vagy kommentbe, hogy a legközelebbi videóban mit nézzek meg, milyen oldalt, hogyha van valami érdekes magyar, vagy lehet az akármilyen, lehet angol weboldal is, vagy hasonlítsak ugye össze valamit. Na mindegy, ezen kívül lesznek más érdekes dolgok is a héten, meg jövő héten is, úgyhogy majd írjátok meg a véleményeteket, hogy folytassuk tovább, vagy nem, vagy mit gondoltok róla. Nem húzom tovább az időt, most magamat lerakom ide a sarokba valahova, így összekincsnyittem, és hogy lássátok a reakciómat a fejemről, vagy hogyha gondoljátok, nézzetek engem, de elindítom a rögzítőt a számítógépen, és betöltöm az index.hu-t. Ez az index.hu. Amúgy nálunk az oldalak, a magyar oldalak lassabban töltődnek be, mint Magyarországon. Gondolom azért, mert ugye mi Ausztráliában vagyunk, és idő kell neki még betöltődik. Na miért? Csak gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. Tehát ezt az egy híroldalt ismerem én, ezt a magyar híroldalt, ezt az index.hu-t. Amit látok itt legelőször, hogy nagyon sok kép van itt mindenfelé. Aztán lehet látni, hogy itt van belföld, külföld, gazdaság, technológia, tudom. Nem, de most nem olvasom végig. Amúgy ma vasárnap van, ez a videó vasárnap készül, július 16-án 2017-ben. Itt van fent a fok, 11 és 26, ugye, felhős az idő nálatok, aztán itt meg lehet osztani fönt, aztán mi van még itt, totálkár, inda, állás.hu, gondolom, ugye weboldalak, aztán rovatok, na mindegy, megyünk lefelé, mi van itt, csoport, 9.30, ez micsoda, nem tudom, nyílt vízi úszás, 10 óra, nem tudom, ez valami tévéműsor lehet? Valószínű, nem? Valamilyen sport. Na minden. Nyílt úszást. Na nála sport. Beszélek meg egy hülyeséget. Na minden, menjünk lefelé. Aztán mi van én még itt? Nők, akinek a keze alól nehéz bombázók kerültek ki. Gondolom, hogy háborús ilyen repülőről beszélnek. Aztán mi van még itt? Ez a világ örökségi védettség akkor megette a fene. Gondolom, erről az épületről van szó, hogy ez milyen épület. Nem tudom, az Andrássy úton út egésze. Na minden, most nem fog rá kattintani, ugye végigolvasni, csak így nagyjából végigmegyek a híroldalon. Aztán ahogy látom, itt van ilyen más hír, ezekhez nincsen fénykép. Általában az ilyen oldalakon, hogyha nincs időm, én átugrok. Tehát mindegy, hogy ez most magyar oldal, vagy angol oldal, vagy akármilyen oldal. Hogyha nincs kép, akkor általában nem tűnik fel nekem. Lehet, hogy ti is így vagytok vele. Na minden, itt van több kép. Megyünk tovább. Ott burjázik az élet, ahol a legnagyobb pusztítást végeztük. Ez hol van? Ilyen szép helyen, ahogy látjátok. Na minden, megyünk lefelé. Végre benézhetünk a legújabb Star Wars kulisszai mögé. Na minden, nem fogunk rákattintani, de ez biztos, hogy érdekes. Aztán van itten sport megint. Na mi van itten? Turista, figyeled! Hello, turista vagyok! Mik ezek a plakátok? Na mik ezek a plakátok? Ugyanis én nem tudom, hogy mik ezek a plakátok. Ki ez az ember? Na várjál, ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén. Ki az a Soros? Nem tudom, hogy ki ez a Soros. Várjál, ott egy zászló fönt. 99% elutasítja az illegális bevándorlást. Gondolom, hogy ez ilyen politikai dolog, úgyhogy megyünk tovább, aztán mi van még itt?
szép magyar teljesítménnyel indult a vizes VB második napja. Ugye te kaptam egy kommentet, hogy elindult ez a VB. Én nem néztem, nem szoktam nézni, de a magyarok jól teljesítenek, úgyhogy annak örülök. Aztán mi van itt mellette? Sokkal drágább volt a pénteki show, mint gondoltuk. Milyen show volt pénteken? Vagy tarlóség is. Sztárgázsit kaptak. Kik azok a tarlóség? Tehát ezt mondtam, fukkalmam nincs, kik ezek a tarlóség, meg milyen showról van szó. Nézd, elefánt! Na várjál, megyünk tovább. Balatonparti dagonya lett az idei elefántfürdetésből. Volt elefántfürdetés nálatok? Rendes elefánt? A Balatonon? Te! Mik vannak? Gyerekkoromban miért nem volt ilyen Balaton elefántfürdetés? Na menjünk lefelé. Na, képek. Milyen képek? Még a végén forradalom jön a kézműves sörözésben. Na, azt hittem már valami forradalom lesz megint Magyarországon, de nem. Sörözésben. Aztán mi van még itt? Valami dokumentum műsornak is beillik a VB megnyitójáról készült paródia videó. Na minden, azt már lehet, hogy megnézem. Mi van itt? Fidget spinner. Na milyen fidget hirdetés, vagy mi ez itt? Nem hirdet. MSZP-s fidget spinner. Na, az MSZP, azt tudom, az ilyen politikai ugye párt ütötte fel a fejét az F-oton. Na mindegy, már azoknak is van fidget spinnerük. Aztán menjünk lejjebb, és sport, ahogy látom, $1 millió bukott ezen a mozdulaton. Ugye ez nem a magyar foci. Megyünk lefelé. Na itt a magyar foci. A magyar futball nézettségéről kongóan üres infografikában. Nem sokan nézik a magyar futball, gondolom, ugye a focit. Legalábbis itt a székek üresek, hogy arról van szó. Már el kéne ugye olvasni a híret. A hírt. Prodigy jövő héten nyalulja atomjaira Debrecent. Na, a Prodigy ott lesz Debrecenben. Aztán mi van még itt? Hogyan kell lezuhanni egy helikopterrel? Tehát ez milyen hír? Mi az, hogy hogyan kell lezuhanni? Ez sehogy se. Ha lezuhansz helikopterrel, nem úgy, de mi van odaírva? Motorhiba esetén a helikopter se dacolhat a gravitációval, de egy kis ügyességgel és szerencsével sértetlenül landolhatunk. Hát te, ez nagyon jó, de ez inkább szerintem a pilótának kell tudni, hogyha megáll a propellerre, hogy kell vele leszállni. Amúgy én még az életben nem repültem helikopterrel. Biztos, hogy jó lehet, de nem tudom. Én félnék, ugyanis nincsen ugye szárnya, és hogyha megáll, akkor leesik. Vagy itt azt mondják, hogy le lehet vele szállni. Biztos, hogy valahol le lehet vele szállni, ugyanis én erről azt hiszem, hogy hallottam, hogy le lehet szállni, hogyha helikopternek megáll a propellerje. Na mindegy, itt még több hír. 16 évet kapott egy macskagyilkos Amerikában, te? Akkor ez ilyen külföldi hír. Tehát ahogy látom, van nálatok ilyen amerikai hír is, és az elején itt valahol a kisebb hírekben, várjál felejtben, volt valami ilyen Trumpos hír, nem? Ja, itt láttam, látod, Trump ügyvédje. Tehát nem csak magyar hírek vannak nálatok, ahogy látom, hanem vannak ugye külföldi hírek is. Na mindegy, megyünk még lefelé. Elég nagy ez az oldal, csak húzom, és még mindig jönnek a hírek. Szeptembertől megint a Kokó a király a Netflixen. Na, a Kokó. Na minden. Volt az a sorozat, biztos, hogy arról van szó. Az a Narcos harmadik évada. Netflix. Erről jutott eszembe. Mi a Netflix nálatok? Tehát magyarul beszél, vagy nem magyarul beszél? És régen tudom, hogy nem beszélt sehogy se nálatok, mert nem volt. De ezek szerint most már rendesen beindult a Netflix. Haveruk bulik bánkító. Rengeteg civil és színházi program mellett egész nap megy a buli. Nappal a tóparton, este a kempingben. Elég sok buli van ugye. A nyáron mindig sok a buli Magyarországon, azt tudom. Aztán megyünk még tovább. Őrület, mit szóltak utolsó nap a Sandon? Na, mi az a Sand? Gondolom ez egy parti. Nézd! Felhúzták a nénnek a cicijét. Már nem a cicijét húzták fel, hanem a fölsőjét. És majdnem kilátszik neki. Na mindegy, amit ti is látjátok. Ez is valami parti, gondolom. Ez nálatok van, nem? Van ott ilyen óriás kerék, nem? Így pörög körbe. Na minden, ez óriás kerék, amit szokott körbe pörögni, mert ha... Na minden, beszélni hülyeséget. A belvárosból Ferihegyre BKV-vel fél óra alatt. Na, BKV-vel. Ugye az a busz, na minden, az a helyi járat. Ferihegyre. Megint van Ferihegy? Régen nem másnak hívták a Ferihegyet? Ugye az a reptér, nem? Régen a reptér volt a Ferihegy. Hogy kell barnitózni? Sosem csináltam még. Az ülött múltú zenész 15 kilót fogyott, hogy végre feszíthessen a Sandon, és hogy egészségben éljen. De vajon mit szóltak hozzá a fesztiválozók? Pandi Fitness 4. rész. Hogy ez kicsoda? Ki ez az ember? Na minden, megyünk tovább. Index 2. Van Index 2. Te? Mi az, hogy Index 2?
amikor saját elit katonák támadtak a bol... Na, ez háborús hír. Na, innen megyünk tovább. Szex a sivatagban, Dubaj. A dubai világcsúcsok városa, ami nem véletlen, hiszen rengeteg pénz forog ott, de ez emírség sem csupa csillogás, derült ki, a közelebbről megnézi az ember. Na minden, megyünk tovább. Hét kérdés a randizásról, quiz. De, ezt majd lehet, hogy megcsinálom. Már nem ebből a videóba, de ilyen quizeket én szeretek csinálni. Ha valakinek van valami ötlete, holnak ilyen quizek, ugye ahol lehet válaszolni kérdésekre, ide a videóra írjátok meg. Ugyanis én ezeket szeretem, hogy miért, nem tudom. Na minden, megyünk tovább. Total Car, ugye ez az autós weboldal, azt ismerem a Total Car, ugye szoktam kapni van itt linkeket. Megyünk tovább. Te, ez olyan nagy ez a weboldal, és majd ilyen megmutatom nektek az ausztrál híroldalt, és nem ilyen nagy, legalábbis amit én nézek. Ó, te, egyre több hollywoodi sztárnak segít béranya. Mi az a béranya? Gesztesi Károly megint iszik. Gesztesi Károly. Fú, ki az a Gesztesi Károly? Hallottam a nevét, de nem úgy bajt ki az. Na mindegy, megyünk tovább. Drágán szereztük meg a Szeuszó kincseket. Na minden. Azok nem tudom, hogy milyen kincsek, de azt mondom, hogy leértünk a végére. Port.hu, ez ilyen mozis, gondolom. Na, úgyhogy ennyi. Amint itt van többféle fajta weboldal, ahogy látjátok, vagy én látom, és felmegyünk. Na mindegy. Érdekes. Úgyhogy, most megmutatom nektek az ausztrál híroldalt. Az ausztrál híroldal szerintem teljesen másképp néz ki, de nem húzom tovább az időt. Mutatom nektek, ez a news.com.au, ami be is töltődik mindjárt. Tehát ez az ausztrál híroldal. A tízekhez képest, a magyarhoz képest, ez nincs olyan sok minden rajta, hogy én is lehúzom, és le is értem. Felhúzom, és vel is értem. Van rajta sok hír. Például itt van nálunk is, hogy Sydneyben hány fok van, amit ugye át tudsz állítani, mert mi nem Sydneyben vagyunk, de most nem írom be, hogy hol vagyunk. Be tudod írni. Sydneyben 7 fok van, ugye 17 a legmagasabb ma, holnap pedig 20 fok lesz, hogy látjátok, szép napsütés. Ezt is meg lehet osztani a Facebookon, Google-on, Twitteren, mindenhol. Hirdetés itt fönt. Aztán itt vannak ugye a másfajta hírek, ugyanúgy, mint nálatok, ugye. A technológia, az entertainment, az utazás, meg a hasonló minden. Aztán mi van itten? 65 óra hell, ugye nem jó dolog. Végül is ezek itteni hírek, ahogy látjátok. Egy-kettő van ugye amerikai hír is, például ez volt, látod? A Star Wars, itt is bent a Star Wars hírek, ugyanúgy, mint ti nálatok. Aztán menjünk, várjál lejjebb. És nézd, ez azt jelenti, hogy tegnap is ben volt ez a hírekben, hogy kettő ember kiugrott a repülőből, ilyen ejtőernyővel, és meghaltak. Én azt mondom, hogy nem nyílott ki, azért haltak meg Sydneytől, nem olyan túl messze. Leestek a földre, és meghaltak mind a ketten. Én azt mondom, hogy az egyik vitte a másikat. Legalábbis rá volt kötve. Na már megyünk lefelé. Nem tudom, hogy ti ebből ugye mennyit tudtok elolvasni, mert ugye angolul van itt minden hír, de itt is van sportról, aztán van itten ugye nemzetközi hír, mondjuk itten, tehát Perthből, ugye a másik államból, de magyar hírek itt nincsenek, ha csak nem olyan dolog történik ugye Magyarországon, amit ugye itt is megosztanak, aztán vannak itt ilyen világhírek, most nem fogunk ugye ezeket mindent felolvasni, de például itt van a Trump amerikai hír, ugyanúgy, mint ugye tinálatok, de európai hír nem nagyon van, ha csak nem olyan dolog történik, ugye, hogy Európában valami történik, mondjuk Angliában, akkor bent van a hírekbe. De nézd, például ez a hír. Egy ausztrál, látod, levette a nadrágját és úgy ébredt fel, nem tudom, hogy hol, valamelyik európai ország, hogyha jól emlékszem, ugyanis ez a hír, tegnap is olvastam. Túl sokat ívott, azt hiszem, leúszta a gatyáját, és reggel, amikor felébredt, nem volt rajta semmi se. Itt ül gatya nélkül, ahogy látjátok. Tehát, na mindegy, megyünk tovább. Aztán vannak itt ilyen filmes hírek, ahogy látjátok. Na mindegy, megyünk tovább, és végül is leértünk a végére. Vannak itt ilyen sporthírek, aztán pénzügyi hírek, és ennyi, meg egy pár videó. Nem volt olyan hosszú, mint a tiétek. Ezen kívül van itt más híroldal is, például itt a Perfi, aztán Courier Mail, meg a látjátok itt alul rá lehet kattintani, de ennyi. Én azt mondom, hogy az ausztrál weboldal, ez a híroldal nem olyan sűrített, mint a magyar. Tehát több kép van benne, várjál, túl gyorsan húzogatom, több kép van benne, nem tudom, hogy ez jobb vagy nem, nekem átláthatóbb. Bár lehet, hogy azért, mert ezt hozzászoktam, bár hogyha most
Az, ha az indexet nézném, én azt mondom, hogy nagyon furcsa lenne. Úgy tűnne fel, hogy nálunk nincsenek hírek az indexhez képest. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. És na mindegy, amíg van behirdetés, látjátok, a fidget spinner. Nálunk nem az MSZP-nek van, hanem vásárolhatod magadnak. Na mindegy. Végülis ennyi. Tehát gondoltam, hogy összehasonlítom ezt a kettő híroldalt. Ugye lehetne nagyon sokat olvasgatni, többet beszélni róluk, de végülis ezt ilyen gyors videónak számtalan, lehet, hogy nem lehet olyan túl gyors ez a videó. De ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy hogy tetszett. Szerintetek melyik jobb híroldal? Ez az ausztrál híroldal, vagy az index? Bár nektek biztos, hogy az index, mert az ausztrál ugye csak angolul van, és a legtöbb ember ugye nem érti. De ha gondoljátok, írjátok meg, hogy hogy tetszett ez a mai videó, aztán majd holnap vagy holnap után folytatjuk tovább egy kicsit másféle fajta videóval. Úgyhogy mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, sziasztok!